Japan quality. Yokohama. Your tire. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosporton Lantos Andrást hallják. Végre valahára véget ér a téli szezon, a téli holt szezon, és kezdődik a hétvégén a túraautó világbajnokság. Előtte megnézzük, hogy mi történt a hideg évszak alatt itt a mezőnyben. Az elmúlt évek legnagyobb változásainak lehettünk szemtanúi. Többek között beszállt két gyártó, a Honda és a Lada. Rob Huff egy egészen új kihívás előtt áll. Ugyanis egy privát csapatban egy öregecske Seat Leonnal kell megpróbálnia megvédeni a tavaly megszerzett világbajnoki címet. Ivan Müller maradt a Chevrolet-nál és maradt az RML-nél, viszont ő is privát csapathoz került tavaly nyáron, jelentette be ugye a Chevy, hogy 8 év után kiszáll a WTCC-ről. A csapat azonban, amely végig a program háta mögött állt, itt van, és önálluk megy Ivan Müller. És volt még jó néhány csere, változás a mezőnyben, Tom Chilton és Nash is Chevrolet-re váltott, és amit valószínűleg már mindenki tud, Mielis Norbi és az Zengő Motorsport pedig Hondával versenyez tovább. Ha már ezzel zártuk, akkor jöjjön a Honda itt a műsor elején. Az Eurosport riportere Alessandro Dragosei ellátogatott a Milánó mellett található Yas Motorsport főhadiszállásáról. Egyébként a Honda Magyarország jóvoltából nekem is volt lehetőségem ott lenni és megnézni. Egészen gyönyörű, nagyon rendezett az olasz csapat főhadiszállása, rengeteg mindennel foglalkoznak. És hát teszteltek is ugye Cremonában. Ezen a teszten járt ott Alessandro Dragosei. Előtte viszont Alessandro Marianival beszélgetett, a Yas Motorsport csapatfőnökével, arról, hogy pontosan hogyan is jött össze ez a hondás történet. Egy régi mérnök barátom egyszer csak fölhívott és megkérdezte, hogy mennyiből jön neki, milyen költségvetésből jön neki egy WTCC szezon. Visszakérdeztem, hogy miért, azt mondta, hogy van egy jó szponzor, aki szívesen beszállna. Azt mondtam, hogy oké, akkor próbáljuk meg ezt összekötni a Hondával. Így indult ez az egész projekt, aztán egy hónappal később Japánba látogattam. Ez a 2011-es WTCC, Suzuki WTCC fordulóval esett egy időbe. Ott találkoztunk a Honda képviselőjével, és ők elmondták, hogy éppen akkor Tájban mutatták be az új Civic-et, és ugye az új 1.6 turbós motorszabályokat is csak az év elején vezették be. A Honda elnöke pedig nagyon szeretett volna visszatérni a nemzetközi motorsport életbe, úgyhogy sok-sok nagyon pozitív részlet állt össze egy időben, és ennek köszönhetően alakulhat ez a dolog ilyen jól. Aztán karácsony előtt kaptam egy telefont, és azt mondták, hogy jóvá hagyták Japánban a WTCC-s programot. 10 hónappal később pedig az autó már pályán volt, bemutatkozott Suzukában, Makaón pedig Thiago Monteiro dobogóra állt vele. Nézzük csak, hogy hogyan állt össze a csapat, hogyan válogatta össze az embereket Alessandro Mariani. Nagyon tudatosan dolgozott a főnök, és olyan szakembereket gyűjtött maga köré, akikkel már dolgozott együtt, és akikben maximálisan megbízik. Ezek a képek egyébként azon a cremonai teszten készültek, ahol Mielis Norbi is ott volt és kipróbálhatta a 2012-es prototípust. Elsőként is Dario Espositót választottam ki, aki, amikor először találkoztunk, az IRC-ben a Skoda UK csapat egyik vezetője volt, csapatmenedzsere volt. Nagyon tetszett, ahogy dolgozott, nagyon tetszett, ahogy az a csapat működött, és már akkor eldöntöttem, hogy megszerzem magamnak. Michele Caporazzo, Gabriele Tarquini versenymérnökem, nagyon jól ismerem Michelét, régóta még egy Ferrari-s projektből, és még már az N-Technology-nál is együtt dolgozott Gabrielével, úgyhogy egy nagyon erős páros. Thiago pedig egy új mérnököt kapott, a program elején kiválasztottam már Andrea Biraghit, aki kulcsember a Yas Motorsport életében, hiszen a kezdetek óta velünk van. És van még egy nagyon fontos ember, Andrea Adamo, a vezetőmérnök, aki egy héttel a WTCC-s szerződés bejelentése után csatlakozott a Yashoz, egyből belevetette magát a munkába,
Ő tehát a vezető mérnökünk. Azt kértem tőle egyébként, hogy egy nagyon extrém autót építsen, ugyanis nem akartunk várni, vagy nem akartam várni az első győzelemmel olyan sokat, mint ahogy azt az elődeink tették. Egy olyan autót akartam építeni, amivel rögtön az elején versenyt lehet nyerni. És hát hálásak lehetünk a japán kollégáinknak is, mert nagyon jó munkát végeztek ők is, meg mi is. És egy jó kis autó állt össze. Nézzük akkor is ezt az autót. Ez egyébként az a bizonyos prototípus, láthattuk is az Engő Motorsport szerelőit az autó körül. Most azonban még nem velük, hanem Andrea Adamoval foglalkozunk, aki beszél arról, hogy hogyan is állt össze ez az új Civic. Az autó egyik erőssége maga az utcai autóban rejlik, hiszen ez egy nagyon kiegyensúlyozott, nem túl könnyű, optimális alakú kocsi, tehát egy tökéletes alap egy túrautónak. Nagyon jó fejfigura egyébként Andrea Adamo, volt lehetőségemvel elég hosszasan beszélgetni, nem csak az autóversenyzésről, hanem az élet más dolgairól. Nagyon szimpatikus, igazi szívvel, lélekkel élő olasz mérnök, és nagyon jó szakember. Azt mondtam, hogy az autó pici, és hogy őszinte legyek, illetve kisebb, mint a riválisok autói, azért picinek nem nevezném, de azért voltak emiatt gondjaink, például a motortér meglehetősen kicsi, kevés benne a hely, ezért nagy kihívás volt mindennek helyet találni, megtalálni a turbó helyét, a sebességváltó helyét, közben megoldani a hűtést, hogy semmi ne melegedjen túl. Úgyhogy ezek problémát és nehézséget okoztak, de megoldottuk. És a másik oldalon az, hogy az autó mérete kisebb, mint az ellenfeleké, az előnyt is jelent, például a súlyelosztásnál. Úgyhogy akárcsak az életben itt is megvannak az előnyök és a hátrányok. Persze ahhoz, hogy egy csapat sikeres legyen, nem elég a jó autó, kellenek a jó pilóták. Két nagyon tapasztalt túrautóst szerződtetett a Honda, Gabriele Tarquinit, aki korábban is ment már velük, ő a 2009-es világbajnok, illetve Thiago Monteirót, a korábbi Forma 1-es pilótát, aki szintén éveken keresztül versenyzett a túrautó világbajnokságon Seattal, voltak csapattársak is Monteiróval, illetve Tarquinivel. Thiago Monteirót halljuk először, azt mondja, hogy kívülről az autó nem nagyon különbözik a 2012-es prototípustól, valójában azonban teljesen más, megváltozott a sasszé, különösen az eleje, az első felfüggesztés, és annak a geometriája. Tarquini veszi át aztán a szót. A Honda Civic szerintem egy nagyon jó alap, és főleg az aerodinamika szempontjából egy kiváló kocsi. Picit kisebb, mint a riválisok autója, ezért nagyon agilis, és különösen a lassú kanyarokban, a csúszós lassú kanyarokban és az utcai pályákon nagyon jó lehet ez az autó. Egy modern autó, nagyon sokat mondták ezt az új Civicről, arról beszél most Monteiro, hogy miért. Egy egészen új design felfogásban készült ez a kocsi. Magáról a beltérről beszélek most, az, hogy hogyan optimalizálták a helyzet kihasználást, hogy hogyan helyezték el a különböző elemeket, hogy milyen eddig nem használt anyagokat tettek az autóba, hogy a súlyelosztást a különböző kis alkatrészek elhelyezésével hogyan manipulálták a végsőkig. Ez egy olyan dolog, amin egyébként folyamatosan dolgoznak a mérnökök, a munkájuk egy jelentős része ez, és ezek azok a pici apróságok, amik aztán a különbséget adják két autó között. Egyébként a geometria is, a futómű geometria is egészen forradalmi és egészen más, mint a többi autóé. És összességében még azt mondanám el, hogy sokkal merevebb ez a kaszni, mint a régebbi túrautók. Egyébként ez egy tendencia, hogy egyre merevebb sasszékat építenek. Az autót magát egyébként Olaszországban építették és fejlesztették, a motort viszont a képen látható mérnök zseni, Horiuchi úr tervezte, méghozzá Japánban, a Mugen támogatásával. A motort a Honda készítette, és ez egy nagyon innovatív motor. Nem volt túl sok tapasztalatuk a turbomotor építésében, úgyhogy rengeteg munkájuk van a turbóban és az elektronikában.
Folyamatos a fejlődés, az elektronikának nagyon nagy jelentősége van a VTCC-ben használt új turbomotoroknál, hiszen itt nem használhatunk változó átmérőjű, változó geometriájú turbót, ezért aztán a lassú kanyarok után a kigyorsításnál turbójuk jelentkezik. Nagyon sokat kellett dolgozni az elektronikán azért, hogy ez a turbójuk eltűnjön, vagy legalábbis minimálisra csökkenjen. Ez még egyébként a tiszta fehér Honda, ennél azért érdekesebb lesz, izgalmasabb a dizájn. Holnap fogják bemutatni a végleges festést. Viszont előtte még beszéljünk a várakozásokról. Mit vár a gyári csapat, és mit vár a két pilóta 2012-től? Amikor ugye a Chevrolet már nem gyári csapatként lesz jelen a bajnokságban. A Chevroletnak nagyon nagy előnye van, mondja Thiago Monteiro. Az autót 8 éve fejlesztették, minden tapasztalatuk és tudásuk benne van, és bár gyárilag, hivatalosan gyárilag már nincsenek jelen, attól maga a struktúra még nem változik, ugyanaz maradt. A szezon elején biztos vagyok benne, hogy a Chevrolet lesz a legjobb autó. Viszont nekünk az lesz a célunk, hogy a szezon végére fölzárkózzunk hozzájuk, sőt meg is előzzük őket, de nem gondolom, hogy ez könnyű lesz. Ebben a bajnokságban nagyon sok az ütközés, nagyon sok az olyan eset, amikor két autó összeér, és még nem tudjuk, hogy mennyire strapabíró az autó, hogy hogy bírja majd a futómű, és ez aggaszt egy picit engem. Nem versenyeztem még a kocsival, nem tudom, hogy versenykörülmények között mennyire lehetek agresszív vele, milyen keményen támadhatom például a rázóköveket. Ezeket majd csak a versenyek során fogjuk megtapasztalni, és a szezon során lehet, hogy dolgozni kell az autón. Ennyit a Hondáról, tartunk egy reklámszünetet, aztán jövünk vissza a világbajnokkal. Japan quality. Yokohama. Japan quality. Yokohama. Your tire. Új kihívások várnak Rob Harpra, akit otthonával látogatott meg az Eurosport stábja a szezon előtt. Newmarketben egy nagyon kis, kellemes, hangulatos Cambridge közeli városban lakik Harp. És ott van a kutya, amiről korábban már láttunk képeket az interneten. Nem is egy kutyája van egyébként Rob Harpnak. Na de akkor halljuk, hogy hogy is történt mindez. Mark Bassengel a csapatom menedzserével, csapatmenedzserével az FIA díjátadón találkoztam tavaly Isztambulban, és úgy tűnik, hogy jól alakult az akkor elkezdett beszélgetés, mert amikor januárban éppen Nászúton voltam, kaptam tőle egy e-mailt, és megkérdezte, hogy van-e kedvem csatlakozni a csapatához. Az allincall.com racingről van szó, a GT1-es világbajnokságot tavaly megnyerték egy Mercedes-szel, idén viszont úgy döntöttek, hogy a VTCC-ben indulnak három Seattal. Egyetlen egy tesztre volt lehetősége viszont csak Rob Harpnak, az öregecske Seattal, azt mondja, hogy ennek ellenére csodálatos munkát végeztek a srácok, egyáltalán nem könnyű egy GT autóról átállni egy túrakocsira, teljesen más a beállítás, teljesen más, hogy kell kereket cserélni, más, hogy kell dolgozni a boxban, de nagyon meglepett az, hogy mennyire profik voltak, és milyen gyorsan adaptálták magukat, minden óramű pontossággal zajlott. Nem voltak körülöttem kiabáló emberek, úgy tűnt nekem, hogy mindenki pontosan tudta, hogy mi a dolga. Némi támogatást is kap egyébként a Seat gyártól, a német istálló. A Seat Sport mérnöke az én versenymérnököm, és némi gyári támogatást is kapunk, főleg a motor terén. Ez annyit jelent, hogy vannak itt srácok, akik nagyon jól ismerik az autót, és akik segíteni tudnak abban, hogy a lehetőleg hamarabb elérjük a maximális sebességét. Ez önbizalmat, magabiztosságot ad nekem. Jó, hogy vannak ilyen
mérnökök a csapaton belül. Gyakorlatilag a Lukoil Racing örökébe lép a német csapat, viszont ennek ellenére nem tartja magát igazán esélyesnek. Huff azt mondja, hogy nagyon nehéz lesz a krúzokat legyőzni. Éveken keresztül fejlesztettem azt az autót az RML-lel, és tudom, hogy mire képes. Egy körön szinte képtelenség lesz őket megverni, viszont ha úgy alakulnak a dolgok, egy-egy fordított rajtrácsos futamon, hogyha más körülmény kedvezően játszik össze, vagy más körülmények kedvezően játszanak össze, akkor lehet esélyünk egy párszor legyőzni a seviket. René Münich és Marc Basseng lesz egyébként a csapattársa. És akkor folytassuk a sötét lóval, a Ladával, mert hogy az oroszok ismét a WTCC-ben vannak két pilótával, Viktor Shapovalovval és a Jack Sparrow-ra megszólalásig hasonlító James Thomsonnal. Elképesztően sokat tesztelt a Lada, a legtöbb tesztnapot ők teljesítették a tél során, főleg Manikurban, sőt kizárólag Manikurban. Viktor Shapovalov csapatfőnökkel beszélgetünk, aki azt mondja, hogy az autót Oroszországban tervezték, a sasszét és a felfüggesztést egy-egyben Oroszországban orosz mérnökök tervezték. Az aerodinamikai teszteket is Oroszországban végezték, a motort viszont Franciaországban az Oreca fejlesztette, és az autót Franciaországban rakták össze, de orosz mérnökök, úgyhogy ez egy ízig-vérig orosz csapatnémi francia segítséggel. Ez nagyon fontos egyébként a Lada számára. A rendkívül tapasztalt brit James Thomson lesz tehát az egyik pilóta, a húzóember. Nagyon régóta várták már a túrautó rajongók, hogy a képellátható úr visszatérjen a WTCC-be. 4 futamot nyert korábban, 92 versenyen indult már pályafutása során. Annak idején a WTCC első szezonjaiban, ha emlékeznek rá, még az N-Technology-val és az Alfa Romeo-val kiválóan szerepelt. Aztán sajnos igazán jó autó nélkül maradt az évek során. Csapattársa Alexei Dudukálo lesz, aki 36 éves, 46 futamon indult, és egyszer már állt a dobogón tavaly. Hát persze kell egy orosz versenyző egy orosz csapatba. Tavaly a Seattal problémáim voltak, mondja Dudukálo. Nem tudtam igazán jól a gumik kopásához igazítani a stílusomat, és ez most még nehezebb lesz, hiszen ez a motor még erősebb, mint a Seat motorja, de remélem, hogy hamar hozzá tudok szokni az autóhoz. Nem egyszer találkoztak egyébként Manikurban a ladások ezzel a képpel, mármint hogy esett a hó. James Thomson többször is elmondta, hogy a manikúri sífutóbajnokság több fordulójára is benevezhetett volna. No, íme Thomson, ő is elmondja, hogy mi a véleménye az autóról. Ez egy elég pici kocsi méretre, ami előnyt jelenthet az aerodinamika szempontjából, mert a végsebességet, a nagyobb végsebességet érhet el így az autó kisméretének köszönhetően, viszont hátrány is a kisméret, főleg a gyorsabb kanyarokban egy picit kevésbé stabil az autó, és talán kevesebb leszorító erő ébred rajta kismérete miatt. Ami a motort illeti, ez egy teljesen új gép. A Lada készítette a kocsit, a motort pedig az Oreca tervezte itt Manikurban. Nagyon szoros egyébként a kapcsolat a motor, illetve a sasszét gyártó cég között, és szerintem ez az egyik erőssége, vagy ez lehet az egyik erőssége a csapatnak. A képen látható úr Marco Calovolo korábban a Minardinál volt Ukio Katayama mérnöke, illetve az N-Technology-nál is dolgozott, egy igazi sztármérnök a WTCC-ben, aki most visszatér, és ő fogja segíteni James Thomsont. Azt mondja, hogy nagyon nagy segítség volt nekünk, hogy az Oreca gyártól körülbelül 200 méterre található a manikúri pálya, úgyhogy bármikor kijöhetünk tesztelni. Milyen célokat fogalmaz meg a Lada? Ez a következő kérdés. Magabiztos vagyok, szerintem sokat léptünk előre a tesztek során, és azt gondolom, hogy jól haladunk az eredményesség felé. A célom az, hogy kiegyensúlyozottan a
jó pozíciókért, a top pozíciókért harcolhassak. Engem nem érdekelnek a szerencsével megnyert futamok vagy elért eredmények. Én nem a fordított rajtrács miatt akarok jól szerepelni, hanem az a célom, hogy egy olyan autónk legyen, amivel következetesen az első 4-5, esetleg az első 3 hely valamelyikért harcolhatunk. Ivan Müller, háromszoros világbajnok, életében először itt a VTCC-ben, azonban privát csapattal kell neki vágnia a szezonnak, bár ez a privát csapat 8 éven keresztül volt a Chevrolet partnere, úgyhogy mindent tud az autóról. Nem hiszem, hogy ettől jelentősen gyengült volna az istáló. Ivan Müller azt mondja, hogy az utolsó pillanatban jött csak össze ez a szerződés. Nem volt könnyű, ugyanis mostanában egyáltalán nem egyszerű pénzt találni. Végül azonban sikerült néhány partnert maga mellé állítani, és összejött a költségvetés. Kicsit kisebb a struktúra, mint korábban volt. Mindent minimumra hangoltunk. Alig volt téli tesztem, talán 2 órát töltöttem az autóban. De ez is több, mint a semmi, mondta Müller. Ő az egyetlen egyébként a gyári sevisek közül, aki Chevrolet-val megy, ugye Haffa Seathoz igazolt, illetve a Seathos Alinkle Racinghez igazolt, Alain Menu pedig a Porsche Superkupába távozott. A bajnokság kezdete óta mindig is szoros és izgalmas sorozat volt ez a VTCC, mindig az utolsó pillanatokban dőlt csak el a bajnoki cím sorsa. Szerintem ez így lesz idén is, mondta Müller arra a kérdésre válaszolva, hogy ő-e a favorit. Ő egyébként Tarquinit tartja a legnagyobb esélyesnek, Tarquini meg Müllert. Japan quality. Yokohama, your tire. Japan quality. Yokohama, your tire. Néhány további igazolással folytatjuk. James Nash a Fordtól a Chevrolethoz távozott, egészen pontosan a Bamboo Engineeringnél folytatja a fiatal brit pilóta, aki tavaly nagyon sokat küzdött a Forddal, emlékezhetünk rá, hogy Marrakeshben vezette is a futamot, utána viszont a Ford nagyon lemaradt a riválisokhoz képest. Most egy jó esélyt kap a Silverstone-i csapattól, hogy a Yokohama kupa megnyeréséért szálljon harcba. Nagyon tetszik neki egyébként a Chevrolet, azt mondja, hogy ahogy ez az autó leadja az erőt, abban van a nagy különbség, a nagy tudás, és ahogy az erőt közli az aszfalt felé, az egészen más, mint amit eddig tapasztaltam bármelyik autómmal. Illetve nagyon jó még a visszajelzés a kormányon, remekül érzi az ember az autó mozgását. Tavaly mutatkozott be a VTCC-ben Nash korábbi brit privát bajnokként, és tisztában van azzal, hogy egy nagyon nagy lehetőséget kapott. A célom, hogy futamot nyerjek idén, aztán mindenképpen szeretném megnyerni a független bajnokságot, a Yokohama kupát, és jó lenne jól szerepelni a nagy bajnokságban is. Elég sokat tesztelt egyébként a Bambú is általában brit pályákon, ahogy láthatták. Mindenféle furcsa autó vette körül a Chevyt. Chilton is Chevrolet-re vált, a másik Fordos pilóta is a másik amerikai márkánál folytatja. Chilton azonban még nagyobb lehetőséget kapott, ő lesz ugyanis Ivan Müller csapattársa az RML-nél. Ebben a bajnokságban minden autó nagyon közel van a riválisokhoz. Igazából nem olyan jelentős az erőben a különbség, ami viszont sokkal inkább fontos, hogy mennyire jól irányítható az autó. Például néha egy lassabb autó jobb, mint a többi, hiszen azzal nem kell állandóan határon autóznod. Nekem például a Forddal tavaly folyton a toppon kellett lenni, folyton a határon kellett autózni. Ebben a kocsiban azért ez nem így van. Sokkal több hibát, ha szabad ezt így mondani, elvisel az autó. Sokkal megbocsátóbb, ezt mondta egyébként szó szerint Tom Chilton. És ez mindenképpen örömöt ad az embernek. No, meg az, hogy van egy ilyen csapattársa, mint a képen látható úriember, Ivan Müller.
háromszoros világbajnok. 2002-ben versenyeztem először Ivan ellen a brit túrautóbajnokságban, és amikor 2006-ban ő távozott, akkor gyakorlatilag én vettem át a helyét a Vauxhall gyári csapatában, a 888-nél. Aztán, amikor idejöttem a VTCC-be, és a csapatához kerültem most a télen, gyakorlatilag csak beültem az autóba, és egyből minden passzolt. Az alulkormányzottság, a túlkormányzottság érzése, minden pontosan olyan volt, amilyennek lennie kellett volna. Nagyon hasonlít egyébként a vezetési stílusunk, de a testmagasságunk és a testsúlyunk is nagyjából hasonló, úgyhogy tényleg a szószoros értelmében csak beültem Iván ülésébe, és már mentem is. Remélem, hogy az a sok-sok tapasztalat, ami rám rakódott az elmúlt 12 évben, végre meghozza gyümölcsét. Szeretnék harcban lenni a bajnoki címért. Elég hosszú pályafutás van mögöttem, a brit túrautóbajnokságban privát bajnok lettem, de nagy sorozatot még nem sikerült nyernem. Tudom, hogy ez most egy nagy lehetőség az idei évben, de azt is tudom, hogy ez egy kemény szezon lesz. Itt vannak a Hondák, amik biztosan nem lesznek lassúk, ellenben gyorsak lesznek, és nehéz lesz ott maradni a mezőny elejében, de ez a célom. És az újságíró kolléga a végére hagyta számunkra a legörömtelibb hírt. Mielis Norbi, a privát bajnok, 2 év után BMW-ről Hondára vált. Óriási megtiszteltetés ez az Engő Motorsport számára, és az elismerése annak, hogy milyen komoly munkát végez Zengő Zoli és csapata. Az egyetlen privát Hondát az Engő Motorsport kapta meg. Nagyon tetszett az autó rögtön az elején, és már nagyon megdöbbentett az is, hogy tavaly milyen jók voltak. Meglepő az, amikor jön egy új gyártó, és egyből dobogóra tud állni a harmadik fordulón. Ez egy egészen meggyőző eredmény volt. Már amikor egyébként dobogóra álltak, folytak a tárgyalások köztünk, és ez megadta a végső lökést, és a döntést segített meghozni, hogy Hondára váltsunk, mondta Norbi. Cremonában még csak a 2012-es autót tudta tesztelni Norbi, de örömmel újságolhatom, hogy a mai napon kipróbálhatta a 2013-as autót is, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elismerésemet fejezzem ki az Engő Motorsport valamennyi szerelője felé, aki az elmúlt napokban 8 nappal látéve dolgozott azért, hogy már elkészüljön az autó, és Norbi kipróbálhassa az új kocsit, tehát a 2013-ast. Itt pedig még azt mondja közben, hogy az autó pontosan olyan, amilyennek egy versenyző szeretni a versenyautóját. Nagyon jól vezethető, nagyon jól viselkedik. Minden versenyző ilyen kocsiról álmodik, mondja Norbi. Ami a célokat illeti egyébként Norbi számára, ő azt mondta, hogy az elsődben mindenképpen szeretne benne lenni. Íme a képernyőn a bajnokság névsora, az első futamra, a monzai futamra leadott nevezési lista. Mielis Norbi az 5-ös rajtszámmal versenyez majd, a Rob Huffé az 1-es. Érdekességek még, amiről nem volt szó, Tom Coronel maradt csapatánál, érkezett a Nika Racing egy svéd Sevis istáló, amelyben Michel Nukier tér vissza a sorozatba, és Stefano Daste pedig saját csapattal indul, visszatért Freddy Bártis, és itt lesz Pepe Oriola is. Íme a bajnokság, egyelőre van még egy hiányzó helyszínünk. Később majd megtudjuk, hogy hol rendeznek futamot a szezon kellős közepén. Japan quality. Yokohama. Your tire.